Idén márciusban készültek ezek a képek Beit Jalában. A palesztin város 10 kilométerre fekszik Jeruzsálemtől, lakosságának nagy része üldözött keresztényekből áll. Akkor tavasszal a magyar delegáció azért volt jelen, hogy Beit Jala és Mária Pucs között megkössék a testvérvárosi megállapodást. Néhány nappal ezelőtt a palesztinek első magyarországi látogatására is sor került. A város polgármestere, ortodox papja, valamint Magyarország tiszteletbeli konzulja a Hieroteosz Egyesület közvetítő munkájának köszönhetően érkezett Mária Pócsra. A béke, amit most mi annyira mondunk itt Kárpátalja mellett pár kilométerre, az ott Közel-Keleten még aktuálisabb volt, és lehetett látni azt, hogy mekkora nehézségek között is lehet emberhez méltó életet élni, és azért kell megtennünk mindent, hogy itt Magyarországon, itt Európában emberhez méltó életet élhessünk. És ez szerintem ennek a kapcsolatnak is az alapja is. Én azt gondolom, hogy Mária Pócs, a nemzeti kegyhelyünk, európai, világszintű megismertetése, minél több keresztényhez való eljutatása mindannyiunk egyik legszebb küldetése. Pap Bertalan Mária Pócs polgármestere úgy fogalmazott, számos helyen párhuzamba állítható Beit Jala és a magyarság történelme. A településvezető hozzátette, az együttműködés erősíti a keresztény értékek összefogását. Nem tudjuk, hogy egy-két évtized múlva mi lesz a világban, reméljük, hogy jobb lesz. Illetve a Hungary Health mozgalom, aki ennek a támogatója, illetve a kitalálója, nem titkolt szándékkal a keresztény értékrendnek az összefogása. Hát azt tudjuk, hogy Magyarország az egyik védőbástyája Európában, és ők pedig üldözött keresztények ott, tehát kisebbségben vannak. Az izraeli megszállás, illetve az iszlám rohamos behódolása miatt csökken a területe a városnak is, illetve a lakossága is. Tehát valahol egy kis trianon, mint ami nekünk volt 1920-ban. Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek metropolitája azt mondta, az együttműködés révén számos területen segíthet egymásnak Mária Pócs és Beit Jala. Isten nélkül nincsen béke. És ez az mi együttműködésünk, amikor Mária Pócs egy palesztin várossal köt testvérvárosi kapcsolatot, ennek is az alapja hit, az Istennel való kapcsolatunk legyen. Túl azon, hogy igyekszünk majd egymásnak segíteni anyagi dolgokban is, humanitárius dolgokban is, akár a turizmus föllendítésében, hiszen ebben is nagyon sokat tudunk egymásnak segíteni, a legfőbb kapcsolódási pont az Isten hit, az Istenhöz való kapcsolódásunk legyen. Azbej Trisztán üldözött keresztényeket segítő programért felelős államtitkár úgy fogalmazott, a két város között létrejött testvérvárosi megállapodás hidat képez a keresztények között. Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy támogassa szerte a világon a keresztény közösségeket. Így támogatjuk a Szentföldnek a mára már kisebbségé vált közösségeit, és így támogatjuk más vidékeken, Szíriában, Irakban, de Afrikában is azokat a keresztény testvéreinket, akiket a hitük miatt nap mint nap fizikai fenyegetés és üldöztetés fenyeget. A palesztin város delegációja a többnapos magyarországi látogatása során Szatmárcsekére, a himnusz szülőföldjére is ellátogatott.